Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Késelés Szekszárdon, egy panelház előtt szúrtak meg egy embert hétfő hajnalban. Összefogás Szekszárdon, mentősöknek, rászoruló családoknak segítenek civilek. Érettségi, idén csak írásbeli vizsgák lesznek, szigorú szabályok között. Nem állt meg az élet a könyvtárakban, minden olvasónak kiviszik a kölcsönzött műveket. Egy panelház előtt szúrtak nyakon egy férfit Szekszárdon hétfő hajnalban. A férfi utolsó erejével becsengetett a lakókhoz, akik beengedték a sérültet a lépcsőházba. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Hatalmas vértócsa nyomai látszanak az egyik emeletes ház előtt Szekszárdon. Ott jártunk, a lakók éppen takarították és fertőtlenítették a területet. Úgy tudjuk, hogy itt szúrtak nyakon bicskával egy hajléktalant. A lakók bár nem vállalták arcukat, elmondták, hogy a kora reggeli órákban többen arra ébredtek, hogy egy ismeretlen ember csengett. Leírva azt látták, hogy megsérült, minden csupa vér volt. A házfalain, az ajtón, a földön rengeteg vért találtak. Az egyik lakó azonnal értesítette a hatóságokat. Hallottuk, hogy megszúrták, vagy leszúrták, ennyit hallottunk reggel. 7 órakor rendőrök helyszíneltek, ennyit tudok. A helyszínre több rendőr és mentős érkezett. Úgy tudjuk, az áldozat 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az indíték és az elkövető még ismeretlen. Az eset kapcsán a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon életveszélyt okozó testi sértés büntet kísérlet gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit. Újabb magyaroknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 1984 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A legtöbben Budapesten és Pest megyében betegedtek meg. Tolna megyében napok óta 14 fertőzöttet tartanak nyilván. Elhunyt újabb 10 idős krónikus beteg, a kór így már 199 áldozatot szedett hazánkban. Gyógyultan 267-en távoztak a kórházakból, de 811 koronavírusos beteg még mindig ápolásra szorul, közülük 60-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat, készülve a tömeges megbetegedések fázisára. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők és aki teheti, maradjon otthon. Továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. A kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt többször kellett intézkedniük a hatóságoknak hétvégén, mint hétköznapokon. Kis Róbert alezredes az operatív törzs hétfői tájékoztatóján arról beszélt, hogy hétvégén országosan 3945 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök, az elmúlt 24 órában pedig összesen 1738 szabályszegés történt. 816 esetben figyelmeztetett a rendőrség. Sötét völgyben és szálkán is többen kirándultak, horgáztak, ám a szabályokat döntően betartották a látogatók. Többen választották hétvégi programjuk helyszínének Sötét völgyet. A szombat reggel készült felvételeken lehet látni, hogy egy tucat autó állt a parkolóban. Volt, aki túrázott, más sétált vagy éppen horgászott. Megtehették, hiszen a Szekszárd környékén levő kirándulóhelyeket nem zárták le a látogatók elől. Országszerte szigorúbban ellenőrizték a kijárási korlátozás szabályainak betartását a hatóságok, így tettek Tolna megyében is. A hatóság emberei többek között Sötét völgyben is körbejárták a tavat, és ellenőrizték a kirándulók által kedvelt helyszíneket. Elsősorban azt nézték, hogy vannak-e csoportok, és tartják-e a távolságot az emberek, amiket járván idején javallott megtenni. Ott jártunkon nem volt sok dolguk a rendőröknek, mivel mindenki betartotta a szabályokat, és később is csak elvétve fordult elő, hogy figyelmeztetni kellett a kirándulókat. Bár megyei adatot nem közöl az operatív törzs, az országos adatokból az derül ki, hogy a kijárási korlátozást országszerte komolyan veszik az emberek. Megállapítottuk, hogy országosan az elmúlt hétvégén 3945 szabálysértés ügyében kellett rendőreinknek intézkedést foganatosítani.
Így összesen már 26.316 szabálysértés ügyében intézkedtek rendőreink. Az elmúlt 24 órában országosan 1738 szabályszegés történt, ebből a figyelmeztetéseinknek a száma 816 fővel szemben kellett végrehajtani. Országszerte a rendőrök 521 helyszíni bírságot szabtak ki, és 401 feljelentést tettek a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályok megsértése miatt. Az alezredes a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a fővárosban most hétvégén kevésbé volt jellemző, hogy az emberek megszegték a korlátozásokat, mint az ország többi részében. Több teherautót is megtöltött az a rengeteg adomány, amit az egyik közösségi oldalon néhány hete alakult szexádi csoport gyűjtött a koronavírus járvány megfékezésén dolgozóknak és családoknak. Az eredetileg mentősök segítésére létrejött csoport ma már közel 4000 taggal rendelkezik, és nehéz életkörülmények között élő gyerekeknek, valamint szüleiknek is segítenek. Hol élelemmel, hol bútorokkal, hol mosógéppel, vagy éppen laptoppal teszik könnyebbé a mindennapokat. Az ötletgazda azt mondja, álmában sem gondolta volna, hogy ennyi jószívű, szociálisan érzékeny ember él a Tolnai megyeszékhelyen. Folyamatosan érkeztek a különböző adományokkal a szekszárdiak az egyik helyi cukrászdába. Volt, aki gyerekruhákat, más játékokat, tartós élelmiszert, vagy éppen védőfelszerelést hozott, amiket Nagy Anita, a Karöltve Szekszárdér csoport ötletgazdája vett át, és szortírozott megszokott mozdulatokkal. Ezek az adományok most az egyszülős családokhoz kerülnek majd. A közösségi oldalon létrejött csoporthoz néhány nap alatt több ezren csatlakoztak. Az eredeti céljuk pedig nem volt más, mint segíteni a koronavírus járvány megfékezésében kulcsszerepet játszó mentősöknek. Több teherautót is megtöltött az a rengeteg adomány, amit összegyűjtöttek. Első körben bútorokat, ágymatracokat, élelmiszert juttattak el a mentősöknek, hogy berendezzék és élhetőbbé tegyék azt a helyet, ahol most kénytelenek állomáshozni. Később újabb ötlettel álltak elő a segítőkész szekszárdiak. Akkor jött ki, hogy hát esetleg szükség lenne a mosószárítógépre, mosogatógépre, ugye fontos volt a fertőtlenítés miatt, és hát rögtön jelentkezett például Radnóti Gábor, aki mondta, hogy a péntekre rendelt magának, a családnak egy mosógépet, szárítógépet, és hogy ő akkor ezt nem is viszi haza, nem felajánlja. Egy idő után önálló életre kelt a csoport, és nem csak felajánlók, hanem segítségre szoruló emberek is jelentkezni kezdtek. Így a csoporton keresztül egymásra talált a két oldal. Nagy Anita azt mondja, nagyon megható volt ezt látni. Az emberek csatlakozni szerettek volna ehhez a pozitív gond, a segítőkészségükkel, tehát hogy valamit tegyenek. És ez egy ilyen nagyon-nagyon, most is lép a bőrös vagyok, jó érzés volt ebben részt venni, és igazából mi lecsatornáztuk, tehát a kérést és az adományokat közvetítettük, szépen kértünk, nem követeltünk senkihez, nem mentünk oda, az emberek maguktól jöttek. Hetente kétszer fogadják az adományokat az egyik helyi cukrászdában. Ezen a héten szerdán és szombaton 10-től délig lehet bevinni a csomagokat, amiket rászoruló családoknak, gyerekeknek juttatnak el. Május 3-án tetőzhet a járvány, a szakemberek szerint Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy erre az időpontra a modellszámítások ismeretében régóta készülnek. Szerinte a zárt közösségek azok, amelyek magas kockázatúak, de az érettségik megtartásának a szükséges higiéniai előírások betartása mellett nincs akadálya. Május 4-én kezdődik idén az érettségi vizsgaidőszak hazánkban. A megszokottól eltérően zajlanak majd a 2020-as érettségig, mivel csak írásbeli vizsgák lesznek. Ennek lebonyolítása pedig szigorú szabályokhoz lesz kötve. Kizárólag azok érettségizhetnek most, akik terveznek tovább tanulni. Az idei évben 83 ezer végzős diák van. A szekszárdi Garai János Gimnázium akciótervvel készül a szigorú szabályok betartására. Elfogadta a kormány az oktatási akciócsoport javaslatát. Ennek alapján idén csak írásbeli érettségi vizsgákat tartanak, mondta Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár. A szekszárdi Garai János gimnáziumban nem is tudnak olyan diákról, aki kizárólag szóbeli vizsgát tenne. Azonban külön akciótervek készülnek, hogy megfeleljenek a veszélyhelyzet miatt hozott szigorú szabályoknak.
Amellett, hogy 10 fő vizsgázó diák és egy felügyelő tanár lehet egy osztályteremben, az intézmény vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki csoportosulások. A tervünk megvan, hogy hogyan történik majd a tanulók beléptetése több kapunk keresztül, és éppen ezért több féleképpen közelítik majd meg az osztálytermeket. Mi egyébként előre mindig kiértesítjük a teremről is, tehát ez a korábbi években is így volt, hasonlóan, mint ahogy az emelt szintű érettségi vizsgán ezt megteszi a kormányhivatal, úgyhogy a tanulók már tudni fogják, hogy melyik osztály, hol, melyik diákunk milyen teremben van, elkészítettük már a terembeosztást. A köznevelésért felelős államtitkár szerint kizárólag azokban az esetekben lesz szóbeli, ahol a vizsgáztatás írásban szinte lehetetlen lenne. 5 ilyen tantárgy van, valamint a testnevelés, amit írásban nem lehet teljesíteni. Azok, akiknek írási nehézségeik vannak, szintén szóban érettségizhetnek. Ilyenek a Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium sajátos, nevelési igényű tanulói is. Ezen diákoknak pedig eddig is volt szóbeli érettségi vizsgájuk, mivel több esetben felmentésük van az írásbeli alól, mondta Bán Tamás igazgató. Ben ők dupla szóbelit tesznek, tehát minden tárgyból 2 tételt húznak, és akkor úgy adnak számot a tudásukra a bizottság előtt. Most ez annyiba változik, hogy a testnevelés érettségizők még mellé jönnek, tehát ők is csak szóban fognak érettségi vizsgát tenni, illetve hogyha a rendelet szerint, aki 12 és 25% közötti teljesítményt ér el az írásbeli vizsga résznél, őneki akkor szóbeli van lehetősége még javítani. Tehát őnekik mindenképpen akkor kell majd egy szóbeli vizsgát szervezni. A szóbeli vizsgák több mint 3000 embert érintenek országosan. Fontos továbbá, hogy idén teljes értékű nyelvvizsgát ér majd a nyelvi írásbeli érettségi. Azzal számol az oktatási akciócsoport, hogy kizárólag írásbeli vizsgával körülbelül felére csökkennek a vizsgaesemények. Magyarországon május 4 és 21 között tartják meg az érettségit. Kizárólag azok érettségizhetnek most, akik terveznek tovább tanulni. Április 21 éjfélig tudják jelezni a diákok, hogy idén érettségiznek-e. Egyszerűsödik a munkahelyvédelmi bértámogatás igénylése és bővül a kedvezményezettek köre, jelentette be György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A támogatásokért egyszerűen és gyorsan az nfs.munka.hu honlapon elérhető űrlapok kitöltésével lehet jelentkezni. A támogatás napi 2 órás foglalkoztatás után is igénybe vehető lesz. A vállalkozások ezen felül mindössze 1,1%-os kamattal 9 havi bérre 2 éves futamidejű munkahely megtartó hitelt is kérhetnek. A bértámogatás módosításáról szóló kormányrendelet már hétfőn este megjelenhet. Közeleg a civil szervezetek tavalyi beszámolóinak és mérlegeinek leadási határideje, a veszélyhelyzet miatt viszont nem lehet közgyűléseket tartani, ezért a beszámolókat most digitális eszközökkel, például okostelefonnal is meg lehet vitatni. A veszélyhelyzet miatt nem lehet közgyűléseket tartani. A rendelet nem csak az önkormányzatokra vonatkozik, ugyanígy igaz az olyan cégekre, amiknek a legfontosabb ügyeiről a tulajdonosokból álló tag vagy közgyűlésnek kell döntenie, és a civil szervezetekkel is ez a helyzet. Pedig egyre közeledik a tavalyi évek mérlegeinek leadási határideje. Erre május 24-éig van lehetőség. Addig viszont a közgyűlésnek el kellene fogadnia az ehhez szükséges tavalyi üzleti beszámolókat. A kormány ezért úgy döntött, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel most különleges keretek között is tanácskozhatnak a közgyűlések. A döntéshozó szerv döntheti el azt, hogy milyen szabályok útján lehet akár e-mailben vagy elektronikus úton elfogadni ezen döntéseket. Nagyon fontos változás az, hogy a beszámolók, illetve a mérlegnek a közgyűlés útján történő elfogadására ilyen módon nincsen lehetőség, személyes úton módon. Vagyis közgyűléseket tarthatnak a cégek és a civil szervezetek, például a sportegyesületek, de csak elektronikus módon. De a nemrégen hatályba lépett rendelet most arra is lehetőséget ad, hogy az elnök vagy a cégvezető egymaga közgyűlési jóváhagyás nélkül fogadja el a tavalyi beszámolót és a mérleget. Változás történt még a tekintetben is, hogyha egy gazdasági társaság vagy civil szervezet vezető tisztségviselőjének a megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt lejárna, ebben az esetben a megbízatása meghosszabbodik. A lejáró tisztségi cégvezetők vagy egyesületi elnökök így a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig tölthetik még be korábbi pozíciójukat.
Csak a könyvkölcsönzés módja változik meg a vírusveszély idején, a könyvtárak házhoz viszik az olvasnivalót. Szekszárdon, a megyei könyvtárban elkezdték a felkészülést az új épületbe költözésre. Bár nem lehet könyvtárba menni, az intézmény feladatait a jelen helyzetben is ellátja, mondja Sági Lajos Nyabát, a Széki Keresztély Gyula könyvtár igazgatója. A kölcsönözni akarók minden héten hétfőig nyújthatják be igényeiket, és az új köteteket szerdáig kapják meg. Az olvasóinkat személyesen ismerjük, teljesen tudjuk az ízlésüket, próbáljuk is időnként őket egy picit, hogy más könyveket olvassanak. Hát ez most akarva, akaratlanul is működni fog, mert ugye amikor ide szólnak telefonon, vagy akár egy Facebook oldalon írnak nekünk, hogy ők könyvcsomagot szeretnének kérni, és azért ők eljönnek, akkor nyilván én fogom neki a könyvtárosként összekészíteni, mert ő ebben most nem tud részt venni. Szekszárdon a megyei könyvtárban mindenki dolgozik, van, aki otthonról, az intézmény falai között dolgozók pedig olyan feladatokat látnak el, melyekre kötelezi őket a törvény. A teljes állomány leltározása zajlik, ami egyben felkészülés is az új épületbe való költözésre. Emellett az internet adta lehetőségeket kihasználva tartanak foglalkozásokat, vagy emlékeznek meg neves évfordulókról. Ha az olvasó nem tud jönni hozzánk, akkor mi megyünk hozzá. Elindítottunk egy olyan szolgáltatást, hogy minden olyan olvasói kérést, ami befut hozzánk, akár telefonon, e-mailben, bármilyen kommunikációs eszközön keresztül, azt próbáljuk összegyűjteni, összerendezni. A köteteket naponta szállítják ki az olvasóknak. Liphauser János igazgató azt mondja, olyan tudást szereznek ezekben a napokban, melyeket a jövő könyvtárában tudnak majd igazán kamatoztatni. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Katonai jelenlét, az önkéntes tartalékosokat is bevetik a járvány idején. Az idős otthonokban élőket és dolgozókat vizsgálták, 136 koronavírus tesztet végeztetett el a pécsi önkormányzat. 200 éves csertölgyet indítanak az évfája versenyben az ecsenyiek. Segítik az élelmezést a határnál, biztosítják a kórházakat és a stratégiai fontosságú cégeket, járőröznek, valamint fertőtlenítenek. A veszélyhelyzetben komoly feladat hárul a kaposvári honvédekre. A 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred felkészülését a területért felelős kormánybiztos is megtekintette. Beigazítja, hogy könnyen föl tudja venni, beigazítja az állához, vászja fejére! Javában zajlik a katonák felkészítése a 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezrednél. Az állomány fontos feladatokat lát el a veszélyhelyzet idején, így többek között segítik a határon az élelmezést, de támogatják a kórházak és stratégiailag fontos vállalatok működését is. Ennek tükrében látta a Magyar Honvédség parancsnoka indokoltnak, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékosokat aktivizáljuk, és ennek tükrében kerültek behívásra katonáink, a tartalékosaink, akiket önök most láttak, felkészültek a feladatra, megtanulták, hogy kell ezt végrehajtani, és emellett adunk nekik egy járőrzési ismereteket is, annak érdekében, hogy sokrétűen tudjuk őket használni saját szűke pátriájukban, itt Somogy megyében is. A Magyar Honvédség nem csak a hivatásos, hanem az önkéntes területvédelmi tartalékos munkájára is számít a veszélyhelyzetben. Országosan 200 önkéntest hívtak be, Somogyban 24 főnél tartottak felkészülést. Nagyatádon kórházban vagyunk, Kaposváron kórházban vagyunk. Mi tisztjeink vannak Mohácson a vízműnél, Pécsén a vízműnél, a kaposvári vízműnél, a nagykanizsai és a egerszegi vízműnél. Mellette katonai tisztjeink vannak a Kométánál is kint. Ez mellett Zala megyében határ mellett járőzik több katonánk. 10 járő van itt Kaposváron, és most készül 60 fő felkészülni a koronavírus elleni védekezésre. Csütörtökön a felkészülést és az új vegyvédelmi eszközöket a haderő és hadipari fejlesztéseket koordináló kormánybiztos is megtekintette. Mint Maróth Gáspár kiemelte, 140 ezer liter vírusölő vegyszer már rendelkezésre áll, és további 100 ezer liter beszerzését tervezik. A honvédségnek eleve voltak vegyvédelmi eszközei, ezeket egészítettük ki speciálisan a vírus ellenes védekezésre gyártott eszközökkel, amiket itt a hátam mögött lehet látni, illetve a személyi állománynak olyan védőfelszerelést és olyan speciális kiegészítéseket szerzünk be az elmúlt időszakban, amiket
kell, őket biztonsággal tudjuk terepre engedni, hogy végrehajthassák ezeket a feladatokat. A 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezrednek a vírus elleni védekezésben is komoly szerepe van, így a katonazenészek a megfelelő felkészülés után a mentesítési munkákból is kiveszik a részüket. Összesen 136 koronavírus tesztet végeztetett el a pécsi önkormányzat, ezekre a fenntartásában működő idős otthonokban került sor. Klinikai szintű tesztek ezek, vagyis garatból vett mintákat értékelnek ki, mondta Pécs alpolgármestere. Az idős otthonokban mind a dolgozókon, mind pedig a gondozottakon elvégezték a teszteket, amelyekből továbbiakat is végeznek, úgy 4 hét múlva. A tesztekhez a piaci 26-28 ezer forint alatt jutott hozzá az önkormányzat. Mi egy előzetes beszerzési eljárást folytattunk le, ahogy mondtam, az elmúlt hetekben vizsgálva a piacot. Nettó 21 ezer forint az ajánlati ár. Sikerült aránylag egy piaci ár alatti árat elérnünk. Van egy másik típusú teszt, aminek az előkészítése folyik. Ez már inkább a gazdaság újraindításához kapcsolódóan, akik már átestek ugye a fertőzésre, ezekre vonatkozóan is folyik egy ilyen típusú tesztfejlesztés, amelyeket egy későbbi időszakban szeretnénk igénybe venni, ha és amennyiben a cég tud annyit gyártani, hogy a pécsi vállalkozások számára is, de mi elsősorban a közműszolgáltató kulcspozícióban lévő ellátó embereit szeretnénk e tekintetben majd vizsgáltatni. 200 éves csertölgyet indítanak az évfája versenyben a Somogy megyei Ecsenyben. Abban bíznak, hogy nyernek, és ennek köszönhetően egy szakmai csapat felméri a fa állapotát, valamint segítséget ad a további kezeléséhez. Pontosan 3 méter 74 centi. A 200 éves földig ágas cserfa sokáig megbújva ezen az erdős területen élt, amikor 2015-ben a nyugalmazott tanár felfedezte. A pedagógusnak rögtön feltűnt az óriási fa, és kitisztította az ajnövényzetet, a vadhajtásoktól is megszabadította. Onnantól ez a fa, szinte hallottuk, hogy mekkorát sóhajt, és újra életre tért, és gyönyörűen kezdte az ágait hajtani. Az évfája versenyt 2010 óta rendezik meg hazánkban, minden évben az Ökotárs Alapítvány szervezésében. Pályázni március 21-től május 10-ig lehet bárkinek. A pályázatra azért indulunk mindenképpen, mert azon túl, hogy az a megtisztelő cím, aki azt elnyeri abba az évben, hogy az évfája, azért számra van egy sokkal fontosabb része, amiről csak úgy a lábjegyzetben szólnak, de nagyon fontos, ugyanis aki megnyeri ezt a titulust, annak lehetősége van, pontosan azt a fát egy szakmai grémium megtekinti, felméri az egészségi állapotát, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy jobb helyzetbe hozzuk. És én úgy érzem, ami több mint 200 éves öreg cserünk, már lassan erre megérik. A zsűri a jelölések lezárultát követően választja ki azt a 12-15 fát, amelyre majd júliustól októberig szavazhat a közönség. Az ünnepélyes díjátadóra pedig várhatóan novemberben kerül sor. És végül nézzük legfontosabb tolnamegyei híreinket még egyszer röviden. Késelés Szekszárdon egy panelház előtt szúrtak meg egy embert hétfő hajnalban. Összefogás Szekszárdon, mentősöknek, rászoruló családoknak segítenek civilek. Érettségi, idén csak írásbeli vizsgák lesznek, szigorú szabályok között. Nem állt meg az élet a könyvtárakban, minden olvasónak kiviszik a kölcsönzött műveket. Kedden élénk, helyenként erős szél mellett várhatóan folytatódik a napos, dönten csapadékmentes, de kissé hűvös, pár fokkal az évszakos átlagnál hidegebb idő, elvétve előfordulhat gyenge zápor. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!